Sziasztok! Újra itt vagyunk, és ezúttal egy 1990-es klasszikust fogok megmutatni nektek, amit mostanság már úgy láttam, hogy csak és kizárólag ilyen online vagy DOSBox játékként lehet elérni. Én egy online verzióra szavaztam, a linket megtaláljátok ide lent. És ez a játék a Prince of Persia, az eredeti Prince of Persia, ami hát még annyit tudott, hogy jobbra-balra mászkált az ember egy várbörtönben, és megpróbált kijutni, majd megölni Jafart, hogy kiszabadítsa a király lányát, a szultán, bocsánat, mi nem lehet, ugye mégiscsak Perzsia, szóval a szultán lányát kiszabadítja, és már is övé a trón is, vagy én nem tudom, de szóval a lényeg az, hogy a lánynak a szerelme, és hát ugye Jafar mindezt magának akarja, a vagyont, midőn a szultán nincs a környéken, ő úgy gondolta, hogy lecsap mindenre, és már csak és kizárólag a leányzó, és ez a kis általunk alakított főhős áll a gonosz tervei útjában. És tulajdonképpen annyi történik, hogy azt mondja Jafar, hogy jó, vagy a leányzó hozzám egy feleségül, vagy meghal egy óra múlva. Érdekes választási lehetőség. Természetesen a hölgyemény arra bazírozik, hogy majd mi egy óra alatt kijutunk a várbörtönből, majd kicsináljuk Jafart, és mindenki boldog lesz. Úgyhogy ez lesz a tervünk. Meglátjuk, hogy sikerül kivitelezni, illetve hogy hogyan fog elindulni a játék úgy, ahogy azt mi szeretnénk. Emulátor. Igen. És talán már a zene is. Így. Pont így. Az öreg Jordan. Ez a zene. Ez csodálatos. Szóval igen, a szultán távol létében a nagy varázsló Jafar vasmarokkal és tiranniával zsarnokságra uralkodik. Már csak egy akadály van a trón és közte, az víz, a szultán lánya. Aki itt áldig áll, nem túl kicsi szobájában, az éjszaka a közepén, ezek a pixelek ott kín az ablakban, azok csillagok. Meg kéne olajozni az ajtót. Én azt mondom. No. Akkor nesze! Ide varázsolok egy homokórát. Ez csodálatos. Hát igen, ez amit mondtam. Hozzamenni Jafarhoz, hogy meghalni egy órán belül. Így van, már csak mi menthetjük meg. Viszont mi már rabként tengetjük napjainkat Jafar börtönében. Hát akkor... valahogy csak elkezdhetnénk, nem igaz? Mit kell nyomni az, hogy elkezdődjék? Itt vagyunk, és már csak 60 percünk van. Jobbra-balra gombok. Mármint, hogy a kurzor gombokkal mozgunk, a shift még az, ami minket segít a célunk elérésében. Például a shiftet nyomva tartva tudunk itt lógicsálni, hogy ne üssük meg magunkat. Ha elmegyünk jobbra, itt lesz egy gonosz, akivel nem tudjuk felvenni a harcot, ezért inkább elszaladunk. Azért nem tudjuk felvenni vele a harcot, mert ugye hát puszta kézzel egy kardos török ellen nem lenne túl jó. Láthatjátok, hogy különböző csapdák vannak itt, illetve bizonyos gombokra rálépve tudunk ajtókat kinyitni. Ez látszik rajtuk, hogy kiemelkednek egy kicsit a padlóból. Itt a fölfelé gombbal tudunk ugrani, illetve tehát ugye balra föl.
házat le is esett. Néhány padlóelem mozog, csak hogy nehezebb dolgunk legyen. Illetve az a padlóelem, amin alatt egy fekete csík van, ott láttatta, azért ugrottam át, mert ez az ajtó záró gombja volt. Igen, ez is lehullott. És egy shift-tel felvehetjük a kardot. És kardoskodhatunk tovább. Jól emlékszem, errefelé már nincsen semmi, de azért fölmegyek, megnézem, hogy Mizu. Mert ilyet is tudunk, hogy fölmászunk. Szóval egyébként a shiftet nyomva tartva tudunk... Aha, hát az egy ilyen életerő ital egyébként. Balsó sorokban láthatjátok az életerőnket. Ebből három egységnyi van per pillanat. Egy karcsapás egy életerőt vesz le. Természetesen, ha beleesünk a tüskékbe, oda lent, akkor az összes életerőnk odavész, és kezdhetjük előről. Na, ez zárja be az ajtót. Ez pedig a halált jelenti. Akárcsak az Impossible Mission-ben, ha lezuhanunk, akkor megjelenünk. És természetesen most a nyomvadék kardunk sincs még nálunk, tehát így ez ilyen instant halál. Nagyon jó. Menjünk vissza a kardért. Tehát. Neki futottunk a falra. Ez ilyen. Igen, korábban elugrunk, akkor már eleve a nyitó gombra érkezünk, és egy kicsit őt megspórolunk. Ami azért is fontos, mert ugye... Ez a 60 perc, ez... eléggé tempós. Itt még nincs nagy gond ezzel a részével, hogy... Már persze... Akkor, hogyha odafigyelek arra, hogy... Ez a lúttalpas érkezés és futkározás, ez felgeteges. Elraktuk a kardot úgy, hogy ugyanúgy hajlik tovább a lábunk. Tehát tisztára olyan vagyunk, mint a hegylakó, aki... Vagy nem is tudom, mondjuk pengének legalább ott volt a hátán, de a hegylakó is bedobta a kis kabátjába, és milyen futkorászott tovább. Ajtózáró gomb. Igen. És megnézhetjük azt, hogy mi történik, hogyha így izomból. Tehát ezt a csúszkálós megoldást, ezt így tudjuk. És akkor meg tudjuk nézni, mi van itt lent, hogyha leesik ez a kis cumó. Shift-tel tudunk, shift-et nyomva tartva tudunk itt araszolgatni. Azt nem tudom, hogyha ezt megisszuk, akkor nő egyel az életerünk, vagy nem. Hát nem. Jó. Vannak olyan életerő adó kis löttyök, amik, ha jól emlékszem, akkor ennél egy számmal nagyobb fiolában, vagy mi ez kis butykosban vannak, és azok adnak plusz egy életerőt. Most csak azért is nekifutásban. Igen, csináljuk, hogy megoldódjon a problémánk. Tudom, ez valami zseniális, mikor egyszerre megy lefelé és fölfelé egy ajtó, helyből is tudunk ugrani. Általában ez a szóközel is működik. Nem, szóközel, meg tudjuk nézni, hogy hány percünk van még hátra. Na, most jön az első harc. Automatikusan előkapjuk a kardunkat. Ugyanúgy shift-tel oda tudunk csapni. Egy hullával több a börtönben. Semmi baj. Itt egy ajtó, ami nem lehet kimenni. Ám de, ha felugrunk ide, és kinyitjuk, akkor már is. Tulajdonképpen vége az első színnek. Hát ez jól sikerült belépő, ott vár ránk az úriember. Ő addig nem jön, amíg ugye köztünk van ez a leszakadó rész, úgyhogy na most. Hoppá. Gyere már. Áó. Fölfelé gomba lehet védekezni. Hát ő is védekezik. Így. Úgy van. Ha már itt vagyunk, akkor megnézzük, hogy mi van oda rende, ugye mivel ő azt a felső részt védi, gyaníthatóan fölfelé kell tovább menni.
Ha nem nyomtam volna a shiftet, akkor már halottak lennénk. És kezdhetnénk előről a szintet. Jól emlékszem, hogy nem a legelejéről kell kezdeni. Nem a szint elejéről, de... Ó, ez az. Itt leeshetünk nyugodtan, hiszen csak egy szint, úgyhogy... Vissza is jött a három életerünk. Amúgy, ahogy láttatok, nyilván a jobb alsó sorokban itt kiírták az ellenfelünk életerejét is. Itt, ha jól emlékszem, van egy ilyen titkos ajtó, vagy padló, hogy mi ez. Igen, még több életerő, ez nagyon remek. Bár most hál' Istennek annyira nem csattott meg minket, hogy ez szükséges legyen, de a lényeg az, hogy vannak ilyen titkos átjárók is. Itt, ha nem nekifutásból ugrunk, akkor lehullunk, és megsérülünk, és mehetünk vissza. Szóval, menjünk inkább tovább. Ha! Na-na. Ha egyébként elég agresszívak vagyunk, akkor a hullája ráfekszik a nyitógombra, és örökkön-örökké nyitva marad ez az ajtó. Ami már csak poénnak sem rossz. Hoppá, átugorjuk a nyitó, vagy bocsánat, a zárógombot. Nem lentről érkezünk, hanem föntről, de ugyanide jöttünk. Ajj. Itt nem lehet olyat. Beragadó billentyűk, my ass! Baszki. Köszönöm, Windows. Igen. Beragadó billentyűk. Az. Az. Pont az. Igen. Véletlenül sem a törököt óhajtom megölni. Nem, beragadt a shift billentyű. Hát is lehet ugrani a tüskét, hogyha nagyon nem akarunk belelépni, mármint hogy így besasszézni. Ez csak azért is. Kiütöm, hogy később ne kelljen. Bár aztán, ahogy láttam, ott még vannak. Vagy még van másik ilyen kis bugykos is, úgyhogy... A franc. Hát nem megvágott. Nem megyek vissza, mert itt lent is van egy. Lent vagyunk. Nagyon remek, vigyázat. Nem is jöhetünk igazából, nem kötelező nekünk onnan föntről beugrani. Csak arra kell vigyázni, ne lökjön bele minket az öreg török. Így. Szóval ne lökjön bele minket még egyszer a tüskébe. Ó, aha. Ha valaki kíváncsi rá, hogy mi ez a lila ital, vagy kék, nem tudom, az méreg. Tehát, hogy ha megiszod, akkor mínusz egy életerő. Úgyhogy nem iszom meg. Hát ez gyönyörű. Lúttapas érkezés. Igen, ezt akartam mondani, hogy ha egyszer megvág, akkor lehullunk. És az nekünk nem jó. 52 perc. Az anyád. Egyébként olyat nem lehet, hogy folyamatosan nyomva tartjuk a felfelé gombot, és akkor állandóan védekezünk, mert a játék ezt nem hagyja. Hanem csak is kizárólag akkor érdemes a felfelé gombot megnyomni, hogyha már indul a csapás az ellenféltől. Tadam-tadam-tadam. Zseniálisak ezek az effektek egyébként. Órákat tudtunk beleölni ebbe a játékba amúgy annó. Legugolni is most kapcsolok, tehát hogy...
szerepét nem tudom már, hogy miért kellett googolni, de... A franc. No stress, mármint hogy... Semmi durvaság, csak... Az elején még nagyon kedvesen bánik velünk a játék, hiszen lépten nyomon bele botlunk ezekbe a kis bugykosokba, amiben Hát ezen keresztül hullottam. Az igen. Ez érdekes. Érdekes kis pixeli volt. De semmi baj. Ha rövid a kardod, akkor nem éred el a törököt. Igen, és ha shifter próbálunk rálépni, akkor nem engedi. Csak másodjára, hogyha már biztosak vagyunk benne, hogy rá akarunk lépni. Shift-tel tudunk belekortyolni az italba, egyébként ezt nem mondtam. De hát a shift-en kívül sok más akciógumunk nincsen, tehát... Tehát ennyit tudunk, hogy kurzorok és shift. Teszem hozzá, szerencsére nincs túl komplikálva a játék. Mégis, ahogy látjátok, már nem egyszer meghaltam, és ez még csak a második szint. Valahogy. Jó, nem most már kinyílni ezt, aki ott a túloldalon van. Így. Ez a csodavágás, amire még mindig úgy emlékszem. Mármint, hogy... Értek, hogy értem. Szóval valamilyen oknál fogom most előjött, hogy a felfelé... Szóval felfelé nyomjuk a kurzort, és utána nyomunk egy shiftet. Ennyi. Háromszor oldalba vágom, és vége. Na jó, megnézzük, mi van innefönt. Nem emlékszem már az összes pályára azért, de az elején még... Na, erről beszéltem. Tudtam, hogy valamiért érdemes ide feljönni, csak nem emlékeztem, hogy ez van itt. Ez a nagy butelka, ami kicsivé válik, amint felvesszük a kezünkben. Ez vagy csíkszed, nem? Szóval... A lényeg az, hogy így már 4 életünk van, ahogy a bal alsó sorokban láthatjátok is. Kicsit nagyobb eséllyel vesszük fel a versenyt a törökkel szemben. A kifutásból is át lehet ugrani. Mármint a tüskét, ezt meg csak úgy. Igen, itt valószínűleg balra kell majd emelni, de azért fölnézek. Aha, bizony. Nyilván nem. Hát egész eddig balra mentünk, hogy amennyi már most megint balra. Az még egyébként egy nagy találja a szinteknek, hogy hol a fenében van az ajtónyitó. Mármint a kijárati ajtónyitó gombja. Mert ez nem mindig olyan kegyes a mindenedet, te szemét. Rest in peace. Szóval, hogy konkrétan nincs itt. Tehát, hogy ott van messze. Tudunk ilyet is azért. Hogy shiftet nyomva tartva elkapjuk a peremet. No. Minden szint végén eljátszák nekünk a zenét. Harmadik szint. Mindig irányba állítani nagyon kedvesen, úgyhogy emlék a másik irányba. A vasfogak. Nagy kedvenc. Nem akarok most erre menni, megnézzük, hogy mi van akkor erre felé. Ja, igen, oké. Itt lendületbe átvetődünk akkor. Itt ennyire nem. Szóval lényeg az, ahogy láthatok is, hogy ez eléggé magától értetődő. A vasfog az megharap és ketté vág. Egész konkrétan.
Meg is van a kijárat. Már csak a gombot kéne ki megnyomni ott fönt. Ott fönt, ott a gomb. Szóval... Szóval a kijárathoz így jutunk majd el. Ezt bebuktam, de megnézzük, mi van itt lent. 45 perc. Köszönöm az információt. Most már 5 percenként fogja az arcomba tolni, hogy mi újság. Egy kis életerő, de az nekünk most nem kell. Érdemes egyébként az ilyen lejáratokhoz mindig nyomva tartott shift gombbal érkezni, hiszen sosem tudhatjuk, mekkora a mélység alattunk. Ott is egy plusz életerő. Pont így gondoltam. Igen, hát ha rendőrödbe érkezünk egy ilyen platform széléhez. Ó, de jó lesz ez, valóban. Igen. Jobbra előre, és már át is ugrottuk. Itt, ha jól emlékszem, az a módi, hogy idáig följövünk. Egy jobbra át. És felmehetünk is föl. Így van. Amit kellemetlen, hogy ki kéne nyitni ezt az ajtót. És ahogy láthatjátok, itt nincs semmi. Következésképpen. Itt van. És ennyi időnk van visszaérni. Oda. Lássuk. Már csukódik is lefelé. Elkapjuk a szélét és fölmászunk. Úgy van. Ezt pedig felhörkintjük. Sőre. Jó van. Ó, itt az lett volna kellemetlen, ugye, hogyha ott megállunk. Mert akkor lezuhanunk szépen. Jó, ez ott a nyitója. Az a jó ebben, hogy legalább nem egész nap csapkod a fogával ez a vasfog cucc. Hanem csak akkor, hogyha oda arra a szintre érünk, amelyiken van. Azért 1990-ben egy mozgásérzékelős vasfog a nem tudom mikor játszódó szultános, börtönös részben azért az komoly. Hát a bőrkeményedés lejött az ember sarkáról, az biztos. Mi? Ezt jól elfelejtettem. A franc. A lényeg, hogy... Tehát, hogy ő nyilván holtabb már nem lesz. Nem hiszem el. A beragadó shift billentyűnek a bizonyos édesanyját. Szóval... Még szerencsé, hogy nem az elejéről kell folytatnunk. Még mindig jól néz ki. Ez egy 29 éves játék. Óriási csatában vagyok egy csontvázzal, mi lesz később? Tem-tem-tem, bizony. Így, teli talpal, ahogy kell. Hát ez eltartott egy darabig.
Na jó. Már ámírja állva. Már fekszik. És bejutottunk a palotába végre. Jó napot kívánok. Egy négyes erősségű kis gonosz. Ha egyébként elkezdtük már a mozdulatot, de igazából nem akarunk felmászni, akkor tudunk olyat, hogy nem nyomjuk végig az egy a fölfelé gombot, és akkor csak megpöccintjük. Mi van itt lent? Egy zárt kapu. Hello? Na ezért jó, ha megöljük ezt a csávót, mert ugye már eleve nyitva van a kapu, amin vissza tudunk majd ide jönni. Persze egyszer még ez a kapu nem nyílik ki, de... Most már igen. Aha! Itt mi van? Egy nagy büdös semmi van. Így van, tehát nem is tudunk eljönni jobbra egészen, addig amíg nem öljük ezt az embert. Úgyhogy ez egy remek ötlet volt. Hát az már kevésbé, hogy ide raktak egy ilyen vasfogat, de... Jó. Az óriási egyébként, hogy egyszerre csak egy hang szól. Hát ez ugye kellemetlen, de vissza kell mennünk azért a gyógyerőért. Szóval tényleg maga a tény, hogy vagy a vasfog csattog, vagy a kardok pengéjének a hangját halljuk. Hát az csodás. De a lényeg az, hogy halljuk ezeket, és elég jó hangokat hallunk, teszem hozzá. Csoda. Mozdulatsor. Jó napot. Francesen beléd. Bezártad az ajtót, te szemét. Elkapjuk shift gombbal a szélét, és még 35 percünk van. Az a baj, mert nem emlékszem, hogy hány szint van a játékban. Azóta az ajtónyitó gomb alattunk éppen, amint a kijáratot nyitó ajtó. És tudom, hogy itt érdemes bármit is. Van itt valami lent, vagy nincs. Hát egy lötyi. De annyira most nem vagyunk rossz állapotban, hogy ez szükséges legyen, úgyhogy... Menjünk vissza. Hopp. Azért ez régen jóval nehezebben ment, tehát... Igen, ez itt egy tükör. Nézzük, hogy mi a szösz van, de nem tudunk átmenni rajta. Csak és kizárólag akkor, hogyha irgalmatlan lendületet véve... Átugrunk rajta, és a tükörképünk elszalad az ellenkező irányba, az életerünk pedig lerohad egy egységnyire. Hoho, magic! Ezt még a zene is jelzi, hogy valami furcsaság történt. Na viszont ugye itt már újra teljes életerővel kezdünk, ami furcsa nekem, mert... Tehát ilyen az, amikor kettő kapu is kinyílik egyszerre, különböző ütemekben. Szóval nekem fura az, hogy rögtön feltölti az a... Oh, hello!
rögtön föltölti az életerőnket, mert azért az alapjáraton szerintem nem így működött. Neki is elég, ha lezuhan. Így. Pont így. Már csak a Sekiro is így menne. Na jó. Hát ezzel az ugrás ez nem sikerült jól. Mondhatni sehogy nem sikerült. Ez mi? Ott egy plusz élet. Amire viszont szükségünk van. Na de, itt egy záró. Mit zár? Ezt. Vissza nem mehetünk csak arra. Te rohadt szemét! Te rohadt szemét! Macskos tükörkép. Elissza elölünk az életadó elixírt. Rohadjon meg. Na, hát ez a szerepe drágai a tükörképünknek. Egy macskos szemét. Ó, visszavágó! Nem odafigyelek. Van-e valahol egy piros löty, amit talán nem iszik előlünk senki? Hát... Ez egy rossz ötlet volt. Kezdjük előre. Két lehetőségünk van. Vagy kinyírjuk ezt a csávót, amit én most szeretnék megtenni, mert az előbb hátba döfött. Vagy az történik, hogy ledökjük ide, ő itt áldigál és kinyitja az ajtót nekünk, majd nekifutásból ugorjuk át. Egy beköszönő vágás. Egy ijesztés. Jó, erre most nagy szükségünk van. Egy shift és más semmi. Ez sem ártott. Túl közel. Na jó. Ez a bajvívás, ez valahogy nem akarja, hogy én sikeres legyek. Ez még addig nem jön, amíg ugye át nem megyünk ezen a leszakadón. Hát az előbb is nyomtam a fölfelét. Jó, semmi. Ó. Egyre jobban izgul a hölgy, hiszen telik az idő, mi meg még sehol se vagyunk. Hatodik szint. 25 perc van hátra. Aha. Hát ezt jól és nagyon hatékonyan jelzi a játék, hogy ne jöjjünk arra, merre nem akarunk menni,
Meg hát én kíváncsi lettem, hogy mi van jobbra, de ennyi volt jobbra. Na, igen. Ilyen az, amikor beleugrunk a tüskébe, mert nekifutásból szeretnénk átsétálni rajta, vagy átröppenni rajta. Nem pedig az, amikor googolunk, de hogy miért googolunk, az még nem derült ki. Nem, hát nem hiszem el, hogy miért csinálom. Amikor indult a mozgás, akkor már tudtam, hogy ez nem lesz jó. Egy lépés, egy ugrás. Itt lecsúsztunk, de semmi baj. A shift megment minket. Itt a pufi. Akár is 8-es szinten van. Visszavágózik. Az a nyelvet. Nincs semmi baj, nincs semmi baj. Itt vagyunk hát. Kellő óvatossággal jövünk vissza. Igen, mondom, a szemetje. 7. szint. Nagyon remek. Az ott valami zöld. Attól tudunk majd repülni, ha jól emlékszem. Ami nem úgy, mint valami drogtól, hanem effektíve tényleg repülni. Itt nem tudunk felmászni. Wow! Túl közel jöttem. Nála is bőven elég, ha beletoljuk a vasfogba. Ami nem itt toljuk bele, hanem... Aha, akkor... Egy ilyen kis... Nem mozdul semmi. Ja, de egyik ajtó sincs kinyitva. Oda lenne, meg azon tudunk munkolni. Ne! Igen. Ha ránk esik, akkor mínusz egy életerő. Jaj, ne! Még egy. Hát ezt... ne... Jesszusom, már szintem lehullunk itt is. Szóval, hogy nehéz lesz. Mindössze... 2 életerővel, de... Legalább nem egy. Ez is valami. Ó, Az ajtózáró mindenit? Itt nincs semmi. Jó. Itt. Miket van? Itt. Áááá! Nem! Ne! Ne! És itt pedig ugye, hogyha elfelejtjük nyomni a shiftet, akkor aláhullunk a mélybe már onnan, hogy elkezdődött a szint. Ja, igen, ez zárta be.
Hol is kéne ezt megütni, hogy jó legyen? Tom. Innen? Ne. Túl egyszerű lenne, nem igaz? Valahogy meg lehet oldani, hogy ne essen ránk, de nem így. Á, de így. Hoppa. Erre úgy van. Jó, megzavart a felirat is, hogy... fölpumpáljuk az életerőnket a maximumra, mert hát azért... azért az mindig jól jön. Túl korán adottam el. Hajlom is az ember egyébként attól, hogy kiírják, hogy úristen, már csak 15 percet van. Elkapkodom. Ezt mutattam meg most, hogy milyen az ilyen. Ez mindig eddig eset volt, tehát... Mr. Török, hello. Szólj, mint egy ilyen. Vissza már nem megyünk, de nem is akartunk, hogy őszinte legyek. Mi van? Volt itt valami, amiért érdemes visszamenni? Megnézzük. Pazaroljuk az időt. Igazából most már szinte mindegy. Nem látszik semmi sehol. Túl messze van egyébként is, hogyha van is. Szóval... no. Lássuk. Ha-ha-ha, persze. Nana. Úgy mondtam, hogy nana. Hát ez nem elég. Ezek szerint nem. Kéne nyírni ezt az embertét itt, anyádat. Öt perc, hát. Oké. Most már csak megtaláljuk azt a bugykost, amiben a zöld ital van, ugye? Jóságoség. Eltérő ritmus van persze, sem. Ezért volt jó, hogy nem léptünk rá ott fönt arra a palára, mert most átugorva tovább tudunk menni. Igen. Ez a... kinyitunk mi mindent. Mindent is. Ez az. Végre. Hát... ez nehéz volt. Mármint, hogy nekem.
most így, ebben a formában. Ó, na épp, uff, de kár, hogy ezt nem tudom már megmutatni. A hercegnő segítségünkre küldte kisegerét. Az ő kisegere lesz az, aki majd kisegít minket. Lila, az nem kell. Van valami. Wow, 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 hogy rohadnál meg. Nem bejött. Ő a visszavérekező, visszavágó kolléga. Őt le kéne lökni a tüskékbe, ez tök jó lenne, ha... Jó. Jó, hát ha így működik ez a kis dolog, hogy... Hát, mondjuk... Na végre, rohagyd meg. És akkor most... Azt hát van a durva beleugrani mondjuk a tüskébe, de nem tettem meg ezt a szívességet senkinek. Hát, hogyha nem állunk egészen a szélén, akkor nem tud lemászni, mert ez ilyen kis buta fiú. Aha. 2 percünk van hátra. Hát, ha még az egérke belefér ott a nyitógomba jobb felsőben. Jó, ott egy másik nyitva. Ott egy gonosz. Aha, hát ez zseniális, ott is egy záró, de jó ég. Itt még egy gonosz. Van néhány vasfog arra felé, de ezt... és a Final Countdown az bizony. Bizony itt van lent. Szuper. Véletlenül se felejtsük el, hogy a küzdelem a hölgy szívéért az hiába való már, mert ugye kifutottunk az időből. Köszönöm szépen. Hát nem baj, azért még ennyi idő alatt talán ki tudjuk nyírni ezt a szemetet itt. Aki mellett egyébként el kellett volna futni, ahogy látom, de... Jó. Jó, hát akkor nem tudom megmutatni a kisegeres részt. Ezt sajnálom. Még egyszer meghalunk, nem? De... Hiába csinálok bármit. Valószínűleg az történt, hogy egyszerre nyomtam a shiftet és a felfelét, ezért... és ilyenkor, hogyha nincs nálunk a kard, akkor ugye bármikor egy csapással meg tud ölni minket. Ennyi az a gombot, level 8. És lejárt az időnk. Ennyi is kezdhetnénk előről.
Nem kezdjük előről, de azért, azért azt kell mondjam, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Törődöm, és mindig van 60 másodpercünk. Hát igen, másodpercünk. Szóval próbálkozhatnánk végtelen mennyiségben. Én csak szerettem volna mutatni, mit tud ez a játék. Szerintem óriási, tehát nekem visszahozza a gyerekkoromat, azokat a végtelen órákat, amiket ebbe beleöltem annó, és gyermekként soha nem sikerült természetesen a végére járnom a történetnek, és kinyírni Jaffart, aztán pár éve találtam meg ezt az online verziót, akkor meglepődve tapasztaltam, hogy hát milyen könnyű ez a játék, és mégiscsak így végre lehet járni, és sikerült megölnöm Jaffart, és a legjobb szintidőm, ahogy említettem, 45 perc volt. Most ezt nem tudtam sajnos megmutatni nektek, hogy néz ki a játék vége, pedig van még bőven belőle. Nem tudom, hogy összesen hány szint van, majd ideírom le, hogy tényleg hány szintből áll a játék, mert fejből nem tudom. Úgyhogy én csak javasolni tudom, hogy az említett linken próbáltak ki ezt a játékot, vagy máshol, ahol megtaláltak, és nektek működik jól. Én ezt a verziót csak itt találtam meg, van már olyan, ami az új verzió, amikor már turbánban van, meg feldolgozásos, meg minden, az nem az igazi, ez az igazi Prince of Persia, ez nagyon működik, úgyhogy remélem tetszett, és remélem ki fogjátok próbálni, úgyhogy kívánok nektek ahhoz is jó játékot és jó szórakozást, lehetek jók, sziasztok!